frakció üdvözli, hogy a BKV finanszírozása egyelőre megoldottnak látszik, viszont fölmerül bennénk egy-két olyan kérdés, ami a Budapest lakosságánál húsba vágó kérdéseket okoz. Ilyen például a dugódíj bevezetése, amit mi nagyon és nagyon ellenzünk. Ez azért van, mivel mi annak idején benyújtottunk egy olyan előterjesztést, hogy a kormánynál érjük el azt, mint a MÁV is, hogy a dízel olajban lévő jövedéki adót visszaigényelhesse a BKV, és ehhez többlet forráshoz tudna jutni, valamint a 27%-os áfát 5%-ra csökkentsék. A külső szolgáltatók bevonását is kockázatosnak látjuk, mert ez előrevetíti a BKV fő alatti privatizációját, és itt kell megjegyeznem azt is, hogy nem helyeseljük a jelenlegi busz beszerzési mutatókat, miután használt Nyugat-Európában ledobott autóbuszok fognak megjelenni jelenleg a BKV vonalain, ahelyett, hogy a saját buszgyártásunkat fel tudnánk virágoztatni, ugyanis ezek 2013-ra 500 darab, 2015-re még 500 darab busz kell kicserélni a BKV-nak, és mi úgy látjuk, hogy ez az 1000 darabos busz mennyiség bőven elég arra, hogy egy új iparágat, a buszgyártás újra fel tudjuk venni az ország portfóliójába. A megállapodás továbbá lehetőséget biztosít az esetleges jegyáremelésre is. Hogyha összevetjük a budapesti jegyárakat és a budapesti fizetéseket a nyugat-európaival, akkor kiderül az is, hogy nálunk a fizetésekhez képest magasan a legnagyobb a jegyár Európán belül. A kormány ígéreteivel tulajdonképpen még egy csomó bizonytalanságot látunk, és úgy érezzük, hogy nincs biztosítva hosszú távú finanszírozás a BKV-nak, mert a kormánynál a kétharmados többség még okozhat meglepetéseket számunkra. Köszönöm szépen!